Szigorú biztonsági intézkedések betartásával, védőruhába öltözve léphetett csak be ebbe a Nyíregyháza Sóstó gyógyfürdő idős otthonba a szociális államtitkár. Csütörtöki látogatásának célja ezúttal is az volt, hogy meggyőződjön arról, hogy itt is mindennel rendelkeznek-e és minden támogatást megkapnak-e a járvány elleni védekezéshez. De szobát megnézhetünk el, hogy milyen. Igen, hát ez az én kis lassás. A 100. évében járó Jenő bácsi másfél éve lakik az intézményben, szobáját fotók teszik otthonosabbá. A politikus több másik hálót és egy éppen zajló foglalkozást is megtekintett. Azt tapasztalta, hogy az alkalmazottak rendben teszik a dolgukat, betartják a protokollokat annak érdekében, hogy megakadályozzák a vírus bekerülését és terjedését az intézményben. Országosan már eltérőek a tapasztalatok. Az elsődleges felelősség az mindig a fenntartói, ő az, aki helyben a gondos gazda módjára tud vigyázni a saját intézményére. Ugye vegyes ebből a szempontból a portfólió Magyarországon, az állam, önkormányzatok, egyházak és civilek is tartanak fenn idős otthonokat, mindannyiukra kötelező protokollok vonatkozok az elmúlt időszakban, és az eddigi munkához képest most még élesebb, még terheltebb munka vár rájuk, és ez vélhetően így lesz a következő hetekben is. Az államtitkár hozzátette, minden intézmény köteles gondoskodni saját biztonságos működéséről, az eszközök beszerzéséről, de az állam heti utánpótlással folyamatosan segít ebben az ország egész területén, fenntartótól függetlenül a központi állami keret terhére. Ide is fokozatosan érkeztek az eszközök, de mivel néhány év ezt a kápolási engedéllyel is rendelkeznek, a minimális felszerelésük már megvolt. Ebben a szobában különítjük el az esetlegesen tünetet produkáló ellátottakat, vagy azt, aki kórházból érkezik vissza, és 14 napra izolálnunk kell. Az intézmény vezetője ismertette, a vírushelyzet elején komoly pandémiás tervet, eljárásrendeket készítettek, a dolgozókat pedig hetente vizsgáztatják. Nem vagyunk egyedül, minden támogatást megkaptunk. A kormányzat támogat bennünket a hetente érkező ingyenes védőfelszereléssel, a hadsereg által nyújtott preventív fertőtlenítéssel, az önkormányzattól szintén fertőtlenítőket kaptunk, a tiszti orvos által kiadott utasítások nagy mértékben segítik a munkánkat, hiszen előirányozzák az összes olyan intézkedést, amelyen megvédhetjük bent lakóinkat. A népegészségügyi vagy élelmezés egészségügyi szolgálattól is minden támogatást megkaptunk, és nem utolsó sorban a saját fenntartónktól, aki mindenben támogatja a munkánkat. A 15 éves bentlakásos idősek otthona egyébként nagyjából teltházzal működik. Jelenleg 54 embert látnak el és gondoznak, akiknek átlag életkora 70 és 80 év között van. Országosan pedig közel 1000 intézményben biztosítják öregek ellátását. Ezekben mintegy 55 000 idős korú él, rájuk most kiemelt figyelmet fordítanak.